Spanyol csupasz csiga és egyéb fajok lepték el a Szálkai tó melletti palatincai házkertjét. Rendszeresen megjelennek a gazda veteményes kertjében, aki ez miatt bosszankodik, és mésszel igyekszik megszabadulni a betolakodóktól. Ez pedig már decs. Jól látszik, hogy itt is sok mesztelen csiga jelent meg a háztulajdonos udvarán. Vörös Géza növényvédelmi szakember azt mondja, a mesztelen csigák több faja szaporodott el Tolna megyében az elmúlt években. Ezek közül kiemelkedik a körülményekhez jobban alkalmazkodó szapora, sokkártevő spanyol csupasz csiga, ami előszeretettel rágja meg a növények leveleit, de gyümölcsöket is szívesen fogyaszt, különösen szárazság esetén. Csigáknál, a házatlan csigáknál nagyon sok faj, ami károsít, a kerti mesztelen csigától kezdve a budapesti házatlan csigáig, most már az új nagy ellenségünk a spanyol csupasz csiga, ami barnás-vöröses színű, nagyméretű, akár 10-12 cm-esre is megnő. Ezeknek a összetett populációja található nálunk. A mesztelen csigák ellen többféle módon lehet védekezni. Lehet vegyszerrel, növényekkel, például begóniával, fekete ribizlivel, paradicsommal, de becserkészhetjük sörcsapdával is. Másik, amit régen használtunk, árkolás, a területnek a sarkait árkolni, és abba nem sót, mert azzal a talajt is tönkretesszük, hanem műtrágyát, vagy hamut rakunk. A mesztelen csigák ellen a legtökéletesebb fegyver az indiai futókacsa lehet, amelyik kifejezetten kedveli és le is tudja nyelni azt. Ezzel a kacsával viszont az a baj, hogy másra nem igen alkalmas, ezért itthon nem tenyésztik. Hazánkban honos természetes ellenségei a béka, a gyík, a fogoly, a fácán, a vakond és a sűn. A megelőzés azonban a legjobb védekezés, tette hozzá a szakember. A csigák búvó helyeit kell megtalálni és megszüntetni. Továbbá az öntözés módjára is érdemes ügyelni, mert a víz vonzó számukra. Nem szabad a teljes felületet öntözni.